Jó, hát a nem fontos információk a következőek. Kremek Kinga vagyok, az idén végeztem ökológia mesterképzést itt Kolozsváron a Bábesbolyai Tudományegyetemen, és gyerekkorom óta rajzolok. Kicsi koromban nem tudtam jól rajzolni, meg mindig engem kértek meg az osztálytársaim, hogy rajzoljak nekik, de hogy azért a rovarok azok érdekesebbek voltak kicsi koromban. És zárójelző itt is van most, hogyha érdekelnek, akkor tudok mutatni három valamilyen csótányt. Csikkarszfalvi vagyok. A természetet onnan kaptam meg. Szerinted mi volt az egésznek a magja? A pityóka. Kicsi koromban fekete szivárványt festettem, rengeteget, vagyis egy ilyen szivárványokat festettünk a testvéremmel, és füzeteket rajzoltam tele pityókával. Az anyukám még őriz ilyen remek műveket, csak egy vicces volt. Gondolkodtam, hogy teleírtam egy füzet hátsót, hogy vajon mi akarok lenni, hogyha nagy leszek, meg mi az, ami érdekel, meg ilyen delfi nagykutatóktól elkezdve, könyvillusztrátor is benne volt, és mindenféle, hogy a biológia az úgy többet nyomott. Aztán, amikor első éves lettem, akkor kezdtem el így nagyon sokat mondogatni, hogy én szeretnék rajzoló lenni, ha nagy leszek, és akkor egy barátnőm, egy író barátnőm írt egy mesét a kérésemre, és én megrajzoltam hozzá, és akkor ezt elküldtük egy pályázatra, amivel nem nyertünk semmit a pályázaton, de hogy az a kis mese az később megjelent egy folyóirat mellékleteként, és ez nagyon, tehát az indított el aztán később. Onnantól már nem kellett nagyon gondolkozzak, hogy én rajzoló akarok-e lenni, vagy nem, mert úgy adta az egyik fogaskerék a másiknak a gördülését, és akkor így az lepett meg, hogy visszagondolva nagyon kevés az a munka, amit magamnak csináltam, készítettem. Nagyon sokszor felkérésre kezdődött aztán innen minden, hogy megkerestek az emberek, és akkor ide rajzolni, meg oda rajzolni, és aztán pénzt is adtak érte. És most meg itt vagyok. Valahol. Akármikor nem tudok csak úgy leülni és festeni, és rajzolni, vagy úgy nem jön mindig. És mondjuk ilyenkor ősszel, télen sokkal könnyebb, mert hosszúak az esték, és valahogy ezt a befele fordulást segíti. Viszont tavasszal és nyáron sokkal nehezebb, amikor minden zöld és dús, és kint lehet taposni a sarat mezítláb, és akkor meg azt kell csinálni, hogy aztán legyen mit festeni télen. Nem tudom azt elképzelni, hogy egy héten az 5 munkanapból 5-öt csak ezzel foglalkozzak, mert szükségem van emberekre, meg... Tehát, hogy ez túl szóló munka. Olyan, amúgy nagyon különleges ez, amikor csak úgy elkezdek festeni, és nem, nincsen semmilyen terv, nem gondolkodok előre, hanem a papír, meg a formák, a színek, azok adják magukat. Van egy csomó lényem, néha jönnek, és meglátogatnak. Ez egy például egy olyan dolog, amit így nem tervezek, vagy úgy megjelenik, és akkor ott van. Néha így befejezek egy rajzot, és akkor csak így nézem, hogy mit festettem le, hogy itt az a hármasnál is egy ilyen, hogy így, oké, ti mit kerestek itt, és kik vagytok, és mit akartok, és akkor mondjuk egy pár rajz múlva rájövök, hogy ez egy történet, és valami így jön. Hol szoktál dolgozni? Milyen közegben? Olyan helyen, ahol van nyugalom és fény, és az a legjobb, hogyha természetes fény is van. De mindenképp kell pár lámpa, hogy ez legyen. És a legjobb akkor dolgozni, amikor mindenki alszik. Éjszak, amikor csend van, és még nem is kényszerít a kezem, hogy telefonozzak, akkor nagyon jól lehet. Több területen vannak emberek, akik inspirálnak. Az egyik fő forrás az a természet, meg a természetismeret, és onnan összekötve a mesékkel, mert ismerem a tündéket. És hát, hogy tudom, a tünd... Na jó, csak én nevetem tündéreknek, de hogy rengeteg vagány rovar van, amelyik tündér lehetne, és na mindegy, össze lehet szűrni a meséket a természet
és a Rettel, és ezt nagyon szeretem. Nincsen élő közösség, úgyhogy ez egy nagyon fontos, meg hangsúlyos, nem is tervem, de egy ilyen szándékom, hogy összeszedni ezeket az embereket, akik alkotnak valamilyen szinten, tehát úgy, hogy már nem csak maguknak, és akkor, nem tudom, tanuljunk egymástól, és beszélgessünk, mert nagyon sok kérdés van, és mindenki úgy érzem, hogy egy kicsit el van szigetelődve, viszont lenne nyitás másik irányba. Mondjuk ezt a tavaly kezdtem el festeni, és most fejeztem be, de nem azért, mert dolgoztam egy évig rajta, hanem akkor valami megszakadt, és az ilyeneket például nagyon nehéz elővenni. Szerintem a madarakkal dolgoztam a legtöbbet, azok ilyen 10-15 órás dolgok, és ott meg nem számít annyira a hangulat, mert exakt kell legyen. Az motivál, hogy a kíváncsiság, hogy mi az, amit még ki tudok hozni magamból, vagy mi van még bennem, mert úgy érzem, hogy még sok minden van ezen a téren, amit így ki akarok próbálni. Az is motivál, hogy kíváncsi vagyok igazából, olyan, mint hogy egy tévét néznék, hogy így, na merre fog alakulni a stílusom, meg hogy milyen rajzok születnek majd, meg milyen irányba. Szóval igazából ez. Azon csodálkozok, hogy az úgy mindig kellemesen meglep, hogy az emberek szeretik ezeket a dolgokat, amiket látnak tőlem, és ez jó. Nem volt tanárom, vagy úgy nem tanultam kifejezetten ezeket a dolgokat, hanem mindig tanítottak valamit, akkor így örvendek minden apró tanárnak, aki az utamba akad, és visszajelez ilyen építőt. A következő három rajz a kedvencem. Azért, mert mind a három egy ilyen váratlan találkozás új lényekkel. Itt van például ez a teknős, ő egyértelműen a foltból lett. Például ez a róka, ez egy nagyon régi lény, ami 2-3 éven keresztül mindig velem jött, aztán egyszer egyértelműen elhagyott. Ez az utolsó része ennek a sorozatnak, úgymond, amit még itt tavaly kezdtem el, a szintén merített papíron. Ez már egy olyan, lehet, hogy egy kicsit erőltetett találkozás volt, és azért nem fejeztem be a tavaly, hanem az idén. Mert akkor már így távolodóban voltak ezek, vagy már tavaszodott, nem tudom. Tény az, hogy a sötétség segít abban, hogy fessek már a külső és a belső sötétség.